Felgyorsultak az ipari nagyberuházások az elmúlt években Nyíregyházán és környékén. Az egyre nagyobb számban működő nagyvállalatok jelenléte egyben azt is jelenti, hogy egyre több munkavállalóra van szükség. Erre alapozva építette ki képzési struktúráját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amelynek első eredményei már látszanak. Tavaly például 1200 fővel emelkedett az intézmény iskoláiban tanulók száma. Egyre többen választják a szakképzést, és látják meg azt, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, van egy lehetséges életút. A másik szempont pedig az, hogy nőtt a duális partnerénk száma, hiszen nekünk az az alapvető feladatunk, hogy itt helyben kiszolgáljuk a munkaerőpiacot, és hát ugye azt érzékeljük, hogy nyíregyhelyzést érzékében egyre több olyan cég van, aki munkaerőt keres ahhoz, hogy, hogy mi jól tudjuk végezni a munkánkat, ahhoz az kell, hogy megfelelő impulzusokat kapjunk, milyen szakemberekre van szükség, kiket képezzünk. Nagyon örömteli számunkra, hogy részt vehettünk egy együttműködésben Nyíregyházán, amely az elmúlt évben ért meg, úgy gondolom igazán, ahol ugyanis a szakképzési centrum, duális partnerek, foglalkoztatási főosztály, kamara a foglalkoztatási paktunk keretében működött együtt, és közösen azon munkálkodott, hogy, hogy tudunk egyre több szakembert kibocsájtani ezekből az intézményekből. A főigazgató elmondta, reménykeltő, hogy tavaly 135 diák kapott jutalmat kiváló tanulói vagy sport teljesítményének köszönhetően. A fiatalok a különböző szakmai versenyeken is kiemelkedően jól teljesítettek. Egyformán fontosnak tartjuk a, a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt, és nagyon sok országos versenyeredményünk volt, sokat lehetett hallani a bánkori témről, a tekert csoportról, de nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy felzárkóztassuk azokat, akik hátrányos helyzetűek, illetve pozitívunként mondhatjuk el, hogy hogy a dobbantó műhelyiskolai programunk a Bencsben továbbfejlődött, kiszélesedett, ez most már Tiszavasváriban, és Tiszarokon is folytatódik ez a tevékenység, és ez országosan is példaértékű. A főigazgató hozzátette, az ösztöndi rendszer is rendkívül kedvező ebben a régióban, erről is sokan érdeklődnek a felvételi időszak előtt. Nagyon sok olyan ember él, akinek meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét, és nincsenek nagy jövedelmek a családokban. Nekik bizonyára hasznos az, hogy a gyerek már amikor beiratkozott és elkezdte a tanulmányait, ösztöndíjat kap. Ez azt jelenti, hogy technikus képzésben, amikor megkezdte a tanulmányait, már havi 8000 forintot kap, szakképzőiskolában pedig 16 ezer forintot. Tehát már az ágazati alapoktatás ideje alatt is kap ösztöndíjat. Amikor pedig bekapcsolódik a szakrányi oktatásba, ha kimegy egy céghez, és ott munkaszerződést köt, szakképzési munkaszerződést köt, akkor ott már 100 ezer és a fölötti 170 ezer forint körüli összeget is keresett, attól függet, függően, hogy az adott cég, ahol van, hogy áll, és milyen juttatásokat tud még emelíteni. Gurbáni papmária kiemelte még a tavaly szeptemberben első alkalommal megrendezett szakmafesztet. A város központi helyszínén egy látványos bőrzét alakítottak ki, ahol munkadók és szakképző intézmények mutatkoztak be különböző kulturális műsorok kíséretében. A pozitív visszajelzések hatására az eseményt várhatóan a következő években is megrendezik.